Na, Bence mozimániás, és ő mindent megnéz, ha jól tudom, és ő szokott engem elrángatni, főleg a képregény filmekre, amiket én vagy megbánok, vagy nem. De átadom a szót. Igen, általában egy a K2 Színház teljes társulatára igaz nagyjából, hogy szeretjük a képregény filmeket. Szóval. Valóban én elég sokat járkálok, és igyekszem a Petyát is elrángatni, mert egyébként egyáltalán nem szórakozik az életében. Igen. Azért ülünk be, hogy ne kelljen elemezni, úgyhogy abszolút kikapcsolódni. Persze utána meg órákon át tudunk róla beszélni, hogy ez dramaturgiailag hogyan is nézett ki, de iszonyatosan frusztráló. Igen, általában, hogyha unalmas, akkor én már közben el szoktam kezdeni elemezni, hogy mitől unalmas, de ettől hát vagy szórakoztatóbbá válik, vagy nem. Igazából csak az a lényeg, hogy igyekszünk minél nyitottabbak lenni arra, amit a közös munka. Szóval a csapattal együtt nem vagyunk ilyen diktatórikusak ilyen értelemben. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mi ketten kitalálunk egy világ megváltó gondolatot, és azt mindenképpen végigvisszük rajtuk, hanem hogy a színészeknek is sajátjává válik jó esetben az egész előadás, és nem csak a saját szerepükkel vannak elfoglalva, hanem szeretnének mondani valamit igen, vele. Igen, tehát egy közös gondolat szülessen meg, és olyankor tud igazán hatásos lenni. A hosszú távú célunk az, hogy egyáltalán életben tudjunk maradni, legyen meg az a minimális hátterünk, amivel tudunk dolgozni. Ha ez 10 év múlva is megvan, akkor jók vagyunk. Meg hát, hogy élvezzük. Igen. Tehát, mert ennek az a varázsa, hogy lehet, hogy éhen halunk, de ugyanakkor meg boldogan halunk éhen.